A magyar-szlovén határátkelő helyeken is megszűnt a határellenőrzés, jelentette ki kis Robert rendőr Alezredes az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Majd beszámolt arról is, milyen esetekben indítottak büntető eljárást. Az elmúlt 24 órában 589 hatósági házi karantén került elrendelésre, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténaink száma 9523. Tájékoztatom Önöket, hogy 427-re emelkedett a járványügyjel összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma. Rémhírterjesztés ügyében 124 esetben, közveszélyel fenyegetés miatt 29 esetben, csalás miatt 129 esetben, míg járványügyi szabályszegés miatt 22 esetben indítottunk büntetőeljárást. Mindössze három újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, így 4017 főre nőtt az országban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős krónikus beteg, ezzel 550 főre emelkedett az elhunytak száma. 2324-en pedig már meggyógyultak, hangzott el az Operatív Törzsmai Sajtótájékoztatóján. Négy megyében már nincs aktív fertőzött, 365 szemét ápolnak még kórházban, 22-en vannak intenzív osztályon, 20 lélegeztetőgépen. 550-ből 527 elhunnak volt alapbetegsége, amire rárakódott a koronavírus fertőzés, mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Ismét elhagyhatják a szállókat, a hajléktalanok is vállalhatnak munkát, folytatta. A kiárási korlátozásokat a hajléktalanok vonatkozásában feloldottam, így lehetőség van arra, hogy ők is munkavállalóként elhagyják a, azt az intézményt, ahol egyébként tartózkodnak ezeket a, a hajléktalan szállásokat, és ö, ö, tudjanak munkát vállalni, ez is már egy egy régi, már korábban megfogalmazott igény volt. Ezeken a szállásokon ö, nincsenek jellemzően pozitív betegek. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján azt is elmondták, ma fognak dönteni, Arról, hogy az egészségügyi ellátás visszatérhete a járvány előtti állapotba. Erről holnap adnak tájékoztatást.